Sziasztok, ikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taro. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen, ha feliratkoztatok, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és aminek még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak számodra, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá. A kirakásod középpontjában a világ kártyája áll. A világ kártyája az a nagy árkánumnak az utolsó lapja, ami jelzi azt, hogy lezárul egy ciklus az életedben. Ami jó ebben a kártyában, hogy ez a ciklus sikerrel záródik. Sikerrel vettél minden akadályt, megtanultál minden leckét, amit meg kellett, és boldogan zárod le ezt az időszakot az életedben. Mindenképpen egy pozitív kártya, mert jelzi azt, hogy eléred a céljaidat. Tehát itt ezek a célok mindenkinél más és más. Ha kapcsolatot szeretnél, mert egyedülálló vagy, jelzi azt, hogy egy kapcsolat jön az életedbe. Ha azt szeretnéd, hogy eljegyezzenek, megházasodj, gyereket szeretnél, összeköltözni szeretnél, tehát mint láthatod, mindenkinél más ez a cél. Mindenképpen ez a kártya azt jelzi, hogy eléred a célodat, amit szeretnél. Jelenthet utazást is, tehát ez egy nagyon jó kártya abban a tekintetben, ha utazni szeretnél ebben az időszakban, lehet, hogy a társaddal utazol, de egy időszaknak a pozitív lezártát hozza el ez az életünkbe. A következő lapunk, amivel a kirakás kezdődik, ez a botoknak a lovagja. Tehát a botok lovagja, mint udvari kártya, jelezhet téged, jelezhet a személyt, akivel dolgod van, de lehet csak, hogy a kártya energiája az, ami fontos. Mit kell tudnunk erről a lovagról? Tehát a lovag, mint a lovag, minden lovag valamilyen akciót jelez. Ez a lovag nagyon szereti a kalandot, nagyon szereti az újdonságot, és mindenképpen... Tehát ez nagyon kalandozó. Tehát néhányatoknál jelentheti az, hogy egy ilyen kalandor volt, aki az életedbe belépett. Jelentheti az, hogy te voltál az, aki kalandokon átesett. Ami ennél a kártyánál igazán érdekes, hogy ez egy melegszívű embert jelöl, aki nagyon tüzes, nagyon szenvedélyes. Csak egy dolog van, ami visszatartja, az az, hogy nem szereti, ha rajta csüngenek, nem szereti, ha a szabadságát korlátozzák. Tehát ez az egyetlen hátulütője, de nem biztos, hogy ez negatív. De folytassuk. A következő lap a botok 8-as. A botok 8-as az nagyon gyorsan mozgó energia, ami jelzi azt, hogy felgyorsul a szerelmi életed. Ha egyedül vagy, mindenképpen jelzi azt, hogy Cupid nyilai megtalálnak, vagy már lehet, hogy meg is találtak. Ez jelenthet üzeneteket, tehát jelenthet szerelmes, kalandos üzeneteket, amik bejönnek, de jelenthet utazást is, különösképpen, hogy a világ is itt van, tehát ez lehet, hogy repülővel átmész a világ másik oldalára. De mindenképpen jelzi azt, hogy felgyorsulnak a dolgok a szerelmi életedben, valamint, hogyha meglévő kapcsolatban vagy, jelzi azt, hogy a kapcsolat kicsit felgyorsul, lehet, hogy valaki ebben az időszakban már levett a lábadról, vagy éppen le fog venni téged. Aztán az utolsó kártya ebben az oszlopban a kelyhek királynője. A kelyhek királynője igazán arról szól, hogy jelentett téged, jelentett egy másik személyt, de ő nagyon fókuszál az érzelmeire, a megérzéseire. Tehát ez egy nagyon érzelgős kártya, aki szeret törődni a másokkal, szeret törődni az emberekkel, és érzelmileg nagyon pozitív lap. Aztán a következő lapunk a csodálatos nap. A nap igazán a legpozitívabb kártya, tehát mind a nap, mind a világ itt van a
kirakásokban. A nap igazán elhozza a pozitivitást, az élvezeteket, a gyönyört, amikor minden úgymond jóra fordul. Tehát ez mindenképpen jelzi, hogy valamilyen pozitív változás van az életedben, tehát egy szakasz pozitívan fogsz lezárni. Néhányatoknál jelentheti a nap, hogy a nap valamilyen problémára rávilágít, ami azt jelzi, hogy sikerül pozitívan megoldani ezt a problémát. Aztán az utolsó lap, az érmék királya. Az érmék királya megint csak jelölhet szemét vagy téged, tehát itt elég sok személy van ebben a kirakásban már, de ez a kártya a stabilitás, a hűség, a hosszú távú kapcsolatnak a jelképe. Tehát ő nagyon gondoskodó, a tökéletes apa szerep, aki mindenképpen gondoskodik a szeretteiről. Ez a kártya, hogyha egyedül vagy, jelenthet egy hosszú távú kapcsolatot az életedbe, de azt is jelenthet, hogyha már meglévő kapcsolatban vagy, hogy ez a kapcsolat már régóta az életedben. Mindenképpen a stabilitásnak a jelképe. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. Előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az mindenképpen jelzés nekem abban a tekintetben, hogy ez a kirakás a segítségedre volt, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szüksége van rá. És neked ez csak egy gombnyomásba teli. Remélem, hogy már meg is nyomtod a like és a feliratkozás gombokat. De mindig nagyon szívesen olvasom azt, hogy mi történik veletek a kommentben. A következő lap a kelyhekötös. A kelyhekötös, mint láthatod, jelzi azt, hogy van valami az életedben, vagy lesz valami az életedben, amikor arra fókuszálsz, ami negatív volt, ami nem ment jól, és mindenképpen jelezhet valamilyen szakítás, jelezhet valaminek az elvesztését. Ami itt indik fontos ennél a lapnál, hogy általában egy olyan dolgot veszítesz el, ami igazán már nem is tett téged boldoggá. Tehát ha egy kapcsolat véget ér, szerintem ez egy olyan kapcsolat, aminek talán már itt is volt az ideje. Itt igazán jelenthet azt is, hogy ez a kalandor ember néhányatoknál valamire fény derül, ami lehet, hogy el fog szomorítani téged, de mint mondtam, a kelyhekke ötös arról szól, hogy nem minden veszett el, van még nagyon sok lehetőség az életedbe, ami boldoggá tegyen. Aztán a következő egy másik udvari kártya, a kardok lovagja. Tehát itt igazán nagyon sok személy van ebben a kirakásban, tehát nem tudom, hogy több rajongóitok van, vagy több ember az, aki megfordul a szerelmi életedbe, de mindenképpen már négy szemét jelölő kártya van. De vissza a kardok lovagjához. Tehát a kardok lovagja ugyancsak jelentett gyors változást. Tehát különösképpen a botok 8-as kardok lovagja, itt mindenképpen valamilyen életszakasznak a gyors lezárultát jelzi, mert a kardok lovagja az valamilyen nagy változást hoz az életünkbe, amit igazán már vártunk. Tehát mindenképpen egyedülállóknak jelenthet egy új kapcsolat létrejöttét, ami felgyorsul, jelenthet meglévő kapcsolatban a kapcsolat felgyorsulását, elmélyülését, mind eljegyzés, vagy pedig házasság formájában. De néhány esetben, ha a kapcsolat nem működik jól, akkor jelentheti azt, hogy a másik fél az, aki azon gondolkozik, hogy kilépjen a kapcsolatból. Tehát itt szerintem, hogyha ez a kalandorral vagytok, lehet, hogy ez a kalandor már más felé kalandozik, és ha igazán ő ki akar lépni ebből a kapcsolatból, én úgy érzem, hogy talán jobb is, különösképpen, ha több lehetőséged is van. Aztán az utolsó lap a kirakásban az érmék 4-es. Az érmék 4-es az általában a stabilitásnak a kártyája, mindenképpen jelenthet hosszú távú kapcsolatot, stabil kapcsolatot, de általában azt is jelzi, hogy valamihez túlságosan ragaszkodunk, valamihez túlságosan
valamit nem akarunk elengedni. Ez lehet bármilyen probléma, lehet múltbeli csalódások, de lehet féltékenység is. Tehát ez általában akkor jelenik meg, amikor nagyon féltékenyek vagyunk, próbáljuk ellenőrizni a másik embert, nézzük a telefonját, kérdezzük, hol volt, kivel találkozott, stb. Stb. Ami, hogyha megnézed itt ezen az átlón, nagyon érdekes, hogy pont a botok lovagjával jön ki, akiről beszéltünk, az, hogy ő ezt nem szereti, ha rajta csüngenek, nem szereti, hogyha korlátozzák a szabadságát, és valaki, én úgy látom, hogy ezt mindenképpen próbálja korlátozni, tehát lehet, hogy ez az, ami úgymond segít abban, hogy lezár egy időszakot. De az érmék 4-es azt is jelenti, hogyha egyedülálló vagy, hogy túlságosan ragaszkodsz a múltbeli problémákhoz, a múltbeli problémákat nem engeded el, tehát itt ezen mindenképpen valami szinten dolgoznod kell azon, hogy ez ne befolyásolja a jelenlegi életedet. És ha megnézzük, a pakli alján az a kiegyenlítődés van, ami általában a türelemnek a kártyája. Tehát itt lehet, hogy egy kicsit türelmetlen vagy, félsz a lassan mozgástól. Igazán én azt látom, hogy itt elég gyorsan haladnak a dolgok az életedbe a szerelem területén. Tehát én nem hiszem, hogy a türelem türelmetlennek kell lenned, mert mindenképpen gyors előrehaladást látok. Tehát kedves ikrek, ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.